Köszöntöm Önöket, ez a Fehérvár Televízió, és benne az Esti Mérleg. Nagyon színes témát kínálunk a nézők számára. Itt van velem Gál Attila, Iszka-Szentgyörgy polgármestere, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy pontosan milyen repertoárt kínálnak majd a résztvevőknek, az érdeklődőknek az Iszka-Szentgyörgyi napok alkalmával. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy itt van velünk. Fűcsokon, köszönöm a meghívást. Hát mi már itt az adás előtt nézegettük a meghívót közösen, azt gondolom, hogy valóban nagyon színes a repertoár. Kezdjük talán az elején a történetnek, hogy milyen hagyománya van ennek a rendezvénynek a faluban. A Szentgyörgy napokat már a rendszerváltás követően kitalált az akkori település vezetősége, hogy kellene egy olyan falunap, ami azért mégiscsak kötődik a Szentgyörgyhöz, és mi Iszka-Szentgyörgyiek akkor így a Szentgyörgy napokat választottuk ki. Ez ugyebár fix, mindig ott van április 24-én, de hát vagy az azt megelőző hétvégére szervezzük a Szentgyörgy napokat, vagy pedig a rákövetkezőre. Tavaly ősszel nagy dilemmába voltunk, hiszen láttuk, hogy 21. április 21-e munkanap lesz, míg a rákövetkező hétvége az már belecsúszik a május 1-jébe, ami pedig ugye hosszú hétvége, mégis úgy döntöttünk, hogy akkor legyen a hosszú hétvégés, mert hogy a munkanapra nem szerencsés szervezni. Nagyon-nagyon színes a széles skálán mozog a paletta, hát itt véradástól elkezdve gyerekprogramokon át főzőverseny is terítékre kerül. Kezdjük talán az egyik legfontosabbal, hogy a véradásra is lesz lehetőség majd. Így van, sőt, szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkit hívjak április 27-én pénteken délután 3 órától, muszáj szemüveget fölvegyem, 3 órától 6 óráig van a véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében. Ez számukra nagyon fontos, nekünk állampolgároknak és mindenkinek, aki rászorul, nagyon fontos a véradás. És hát hagyományaink szerint mindig szombat délelőtt volt ez, ezért is fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy most péntek délutánra került át, mert hogy a Magyar Vöröskereszt csak ekkor ezt az időpontot tudta számunkra biztosítani. Aztán lesz itt főzőverseny is, erre kell-e valamilyen módon előre jelentkezni? Tehát azért még megtehetik, gondolom, ezt az érdeklődők, hogyan és milyen módon. Bőven, tehát van a honlapunkon, iszkaszentgyörgy.hu honlapon van egy mindenféle információ a Szentgyörgy napokkal kapcsolatosan, illetve a Facebookon is ez lehet tájékozódni, az iszkaszentgyörgyi IKST oldalán. A lényeg az, hogy évek óta mindig rendezünk valamilyen főzőversenyt, és hát nagyon nehéz számunkra az, hogy nincsen tipikus étel Iszka-Szentgyörgyön. Nálunk minden megtalálható, de semmiből sem vagyunk, nem olyanok vagyunk, mint a vecsésiek, hogy vecsés és beugrik egyből a káposzta. Így aztán a tavalyi esztendőben például pörkölt főzőverseny volt, idén pedig úgy gondoltuk, hogy legyen egy gulyás főzőverseny. De ha valaki eljön oda és azt mondja, hogy már pedig ő teljesen más kaját akar főzni, nyugodtan helyet biztosítunk számára. Milyen a hangulata egy ilyen versenynek a faluban? Azért ez biztos, hogy egy ilyen igazi falusias hangulatban telik, de ott mit tapasztalhatunk, hogyha elmegyünk pontosan? Hát azért kisebb szabású, mint a Fehérvári Lecsó Fesztivál, de ahogy a Lecsó Fesztiválnak megvan az a hangulat, hogy na akkor a belvárost a főző csapatok igénybe veszik, úgy az Iszka-Szentgyörgyi főzőverseny kapcsán azt kell tudni, hogy ez egy 300 éves barokk parknak a fái alatt van, tehát azért ha jó idő van, akkor már fél sikerünk lesz, mert hogy gyönyörű környezetben van. Tehát a háttér a barokk kastély, és hát innentől kezdve már csak egy jó szakács vagy jó szakácsnő szükségeltetik. Azt hiszem, hogy akkor mondhatjuk, nem túlzunk azzal, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg, és nem csak az étkek kapcsán, hanem akkor magával a helyszín kapcsán is. A minőség az mindenképpen fontos szerepet játszik. Így van, tehát a Szentgyörgy napok kapcsán hagyományosan mi a Szentgyörgyi kastély udvarában rendezzük a programjainkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a magyar állam, mint a kastély tulajdonosa nem gördít akadályt ezelé, és ilyenkor a falu abszolút módon birtokba veszi a kastélyparkot. Egyébként is, hiszen a mi általános iskolánk, az Iszka-Szentgyörgyi általános iskola kastélyban van, de ilyenkor aztán tényleg úgy megtelik az egész francia kert és az angol park is vendégekkel, és nem csak vendégekkel, hanem a Szentgyörgy napoknak az egyik programja egy veterán autós motoros találkozó. Tehát azért, amikor látjuk azokat a szép, gyönyörű régi autókat, egy
gyönyörű barokk kastéllyal a háttérben, azért az úgy készülnek ott művészi fotók, úgyhogy tényleg szép. Mindenképpen akkor vannak ott olyan programok, amivel mondhatjuk, hogy még népszerűbbé lehet majd varázsolni, vagy még népszerűbbé lehet tenni ezeket a napokat, mert ugye, hát ez április 27-től egészen 29-ig tart, amiről mi most beszéltünk, az már a szombati nap. Aztán lesz itt még több érdekesség. Hát azért a süti verseny is elég érdekesnek hangzik. Ez itt hogyan kell, hogy hogyan zajlik egy ilyen? Azt látom, hogy az idei év süti a Rákóczi túrós. Nekünk a Rákóczi túrós. Hát a történet, van egy legenda Iszka-Szentgyörgyön, miszerint a híres Rákóczi cukrász, amikor ezt a Rákóczi túróst megalkotta, akkor valójában ő a nagynényének a receptje szerint alkotta meg ott Budapesten ezt a túróst. És ki volt Rákóczinak a nagynénye? Hát ő a grófi család szakácsnője volt Iszka-Szentgyörgyön, tehát az a legenda járja nálunk Iszka-Szentgyörgyön, hogy a Rákóczi túrós az Iszka-Szentgyörgyön készült, vagy hát Iszka-Szentgyörgyi recept alapján futotta be azt a nagy karriert, amit. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy az idei évben azt kérjük azoktól, akik szívesen neveznek egy süteményversenyre, hogy akkor a Rákóczi túrossal, és akkor így ez a Rákóczi túrós visszakerül az eredeti helyszínére, hiszen ezt a kastélyt ezt úgy kell elképzelni, hogyha szembeállunk a kastélyt, akkor jobb kéz felül volt a cselédszárny, ott voltak a konyhák, tehát ott a kis Rákóczi cukrászgyerek ott szívta magába a nagynéninek a tudományát. Akkor azért itt a rendezvénynek a középpontjában hát tulajdonképpen a hagyományőrzés, ami az egyik legfontosabb, ami a középpontjában áll. Hát egy 300 éves kastély esetében nagyon nem is lehet más, de természetesen azért van ilyen programunk is, hogy triál bemutató, azért a grófok így kérdeznék, hogy mi az a triál. Hát, tehát, hogy igazából, és hogyha most megkérdezi a műsorvezető, azt mondja, én sem tudom most így hirtelen mi az, de valószínűleg valami kerékpáros történet lesz. Hát a sportkedvelőknek mindenképpen kedvezni fog az egész, nem biztos. Aztán a gyerekeknek bábszínházi mesejáték. Igen, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy sok gyerekprogrammal készüljünk a Szentgyörgy napokon. A Székesfehérvár mellett lévő Iszka-Szentgyörgyön nagyon sok a fiatal család, hiszen adott esetben azokat a telekárakat, amik Iszka-Szentgyörgyön vannak, sokkal könnyebben meg tudja fizetni az ember, és hát így gyakorlatilag nagyon sok fiatal család kiköltözik, akinek a munkahelye adott esetben Székesfehérváron van, és hála Istennek nagyon sok gyerekünk van, ezáltal hangsúlyos számunkra az, hogy sok olyan program legyen, ami az ő kedvüket, az ő... Meghozza a kedvüket. Meghozza a kedvüket, és így van. De mondhatjuk, hogy hát nem csak a faluban élők kedvét, hanem azért a falu területéről is hát meghozza a kedvét a látogatóknak, résztvevőknek. Nyilvánvalóan nem csak a falusiak, a faluban élők vesznek részt a programjaikon. Nem, így van. Tehát nem úgy készülünk, hogy csak a szentgyörgyieknek egy ilyen zárt körű találkozót szervezünk, hanem valóban nagyon szeretnénk, hogyha Fehérvárról és a környékről hozzánk ellátogatnának, és jól éreznék magukat, hiszen mi is nagyon sokszor részt veszünk a fehérvári programokon, részt veszünk a szomszéd települések programjain. A cél az lenne az idei esztendőben, a tavaly, amikor a magyar kormány meghirdette 2018-ban a családok évét, mi arra gondoltunk, hogy mi Iszka-Szentgyörgyön szeretnénk mi is ezt meghirdetni, és picit gondolkodtunk azon, nem csak a családok évében gondolkodunk, hanem a közösségek, tehát családok és közösségek éve, és pont az lenne a cél egy ilyen Szentgyörgy napon, hogy családok, baráti közösségek, rokonok kijöjjenek Iszka-Szentgyörgyre, ha süti versenyen akarnak részt venni, na, mutassák meg magukat, hogy mit tudnak, ha főzőversenyen kívánnak részt venni, akkor az, vagy ha csak éppen sétálni szeretnének, akkor nagyszerű, de egyébként éppen a Fejér megyei Kerékpáros Szövetség is szervez ezen a napon Fejér megyei Kerékpáros Sportegyesület túrázói napot, és gyakorlatilag Fehérvárról érkeznek Iszka-Szentgyörgyre, várjuk ez őket. Ez is azt hiszem minden évben. Között. Így van, hiszen van egy kitűnő kerékpárút, amit közösen Székesfehérvár városával építettünk, a Sálkúttól indul, az Újcsóri úton át, és hát gyakorlatilag egészen Székesfehérvárig ér ki, úgyhogy
kerékpárral is lehet jönni. Azért ez is sokakat meg szokott mozgatni, a tavalyi évre emlékszem. Igen, hogy, nagyon hogy sokan az már... voltak, igen, igen, hála Istennek. Aztán hát a kultúra szerelmesei sem csüggethetnek majd a napokon, a szentgyörgyi napokon. Hát azért itt például a Fehérvár hangjáról is érkeznek majd önökhez. Igen. A 2017 évi Fehérvár hangja döntősei közül Kaifis Zoé és Vulekovics Szonya is fellép majd. Kaifis Zoé iszkaszentgyörgyi, úgyhogy... Tehát az ő nevét valahogy... már hallhatták igen, is a nézők igen, esetleg, igen. Mert... És hát, és hát gyakorlatilag ő lesz egyébként a nap során a műsorvezető is, a bemondó, úgyhogy hát izgalmas, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen tehetségeink vannak, hogy Iszkaszentgyörgyön ilyen tehetségek nőnek fel. Ez hadd mondjam még azt, hogyha lehetséges, hogy délelőtt van az ünnepi megnyitó 10:30-kor, és díjak átadása, mert minden évben vannak díjazottak, akik a valamilyen teljesítményük érdekében, teljesítményük kapcsán díjat kapnak, és az idei esztendőben a polgármesteri díszoklevélben két fiatalt fogunk részesíteni. Az egyikük ő Szajkó Liliana, aki Európa bajnok, junior, második helyezett fogathajtó, világbajnok, ötödik helyezett. Tehát egyébként ő fehérvári középiskolás, és hát az ő teljesítményét szeretnénk előtérbe állítani, akár csak a Cipó Vivien esetében, aki pedig ifjúsági darts bajnok, Európa bajnok. Azért ezek olyan teljesítmények, amik, tehát nagyon-nagyon kemény munka, nagyon-nagyon komoly felkészülés van egy ilyen teljesítmény mögött, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ők iszkaszentgyörgyi fiatalok, tehát a délelőtt folyamán ők például díjban fognak, elismerésben fognak részesülni, és hát a díj után pedig ugyebár föllép többek között Zoé is, aki pedig a Fehérvár hangjában a döntőig jutott tavaly esztendőben. Hát azért itt láthatjuk és hallhatták a nézők, hogy a faluban vannak olyan fiatalok, akik a sportban, vagy éppen a kultúrában, a zene területén alkottak maradandót, illetve alkotnak jelenleg is. Hát humorista, nem tudom, hogy van-e már a faluban, jelenleg mi még nem tudunk róla, de most önök hoznak majd egyet a faluban. Muszáj importálnunk, bár biztos, hogy kitűnő humorérzékkel rendelkeznek a szentgyörgyiek. A Sóder Klub és a Rádió Kamaré humoristája Mackó Ádám fog jönni Szentgyörgyre, és hát őnek is lesz szombaton, április 28-án, 4-7-kor műsora, és hát aztán az a nap meg majd a bállal végződik, tehát lehet hát egy jót. Hát aztán elengedhetetlen mondhatjuk a igen, bál egy igen, falu igen, életében. Így van, falusi bál. Aztán vasárnap is azért még itt lesznek programok, a délelőtt folyamán istentisztelet azzal fog indulni majd a vasárnap. Igen, igen. Repertoár. Általában ugye itt Fejér megyeieknek a vallását tekintve többségében római katolikusok, de van egy erőteljes református jelenlét is a megyében, és Iszkaszentgyörgyön is két gyönyörű szép műemléktemplom van, az egyik a római katolikus, a másik a református, és két erős közösség. És abban egyeztünk meg már évekkel ezelőtt, hogy egyik esztendőben, hol az egyik felekezetnél van ünnepi istentisztelet, másik esztendőben pedig ünnepi szentmise. Így aztán az idei esztendőben a reformátusok következnek, úgyhogy náluk lesz az ünnepi istentisztelet vasárnap délelőtt. Majd azt követően délután is még azért maradunk egy picit a lelkieknél, mert hogy a településen nem csak grófi kastély van, hanem van egy grófi kripta is, és a grófi kripta kapcsán az a rendszerváltáskor átkerült az önkormányzat tulajdonába, és az önkormányzat végülis a családot megkereste, és a család kérésének megfelelően egy ilyen ökumenikus kápolnában gondolkodtunk. Hát lent ugye a család tagok vannak, tehát milyen hasznosításban tudunk gondolkodni, csak is valami hasonló lelki, szellemi hasznosításban. És hát így a család kérésének megfelelően is egy ilyen ökumenikus imahelynek szenteltük fel megyéspüspök úr jelenlétében. És az idei esztendőben Szibül néni, aki a család leszármazottja és Olaszországban él, és 92 éves, hazajön, már Magyarországon van, és hát ő is részt fog venni az ünnepi szentmisén. Tehát, hogyha valaki szeretne találkozni egy igazi nemes asszonnyal,
aki nem racsol, aki nem felejtett el a magyar nyelvet, de egyébként meg beszél folyékonyan franciául, olaszul, angolul, németül, latinul tud, akkor hát Szibül nénivel délután az ökumenikus imádságon lehet találkozni, és hát esetleg pár szót váltani azt követően. Tavaly előtt azt mondta, amikor 90 éves volt, hogy most eljövök még egyszer utoljára, aztán hát tavaly ismét azt mondta, hogy na akkor megint utoljára jövök, és idén azt mondta ismét, hogy hát most már csak utoljára jövök, mert most már tényleg annyira öreg vagyok, hogy már nem jövök többet. Hát én nagyon bízom benne, hogy nem az utolsó útja ez, de hát 92 éves, tehát egy fantasztikus kort megélt, úgyhogy hát az is egy fantasztikus találkozás, ami lehetőség. Ez a vasárnap délután a grófi kriptánál. Hát most mi azért itt végigmentünk a napokon, hogyha nem is annyira részletekbe menően, de azért azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy egészen a kicsiktől az idősekig mindenkit megmozgatnak ezek a napok, a szentgyörgyi napok. Honnan merítik ezt a rengeteg ötletet? Van-e olyan esetleg, hogy a faluból bemennek esetleg önökhöz az önkormányzathoz, és azt mondják a lakók, hogy hát mi ezt és ezt a műsort szeretnénk látni, ilyen és ilyen produkciót, programon. Merítenek-e a falusiak, uh-huh, a helyek gondolataiból, ötleteiből a programokba? A munkatársnőm, aki az IKST referens és önkormányzati képviselő Kadlecsi Gabriela, ő az, aki összeállította ezt a programot, és értelemszerűen minden évben kérjük azt, hogy adjanak ötleteket, javaslatokat, javasoljanak, hogy kiket hívjunk meg, milyen programokat állítsunk össze, vagy jelentkezzenek esetleg, ha valaki tud olyan produkciót, hogy szeretné megmutatni. Tehát, hogy ilyen értelemben egyrészt dolgozunk ebből, másrészt, amikor lezárul egy ilyen esemény, akkor a friss impressziókat, benyomásokat, kritikákat, kérdéseket, azért ezeket így feljegyzeteljük, hogy akkor oké, akkor hogy jövőre jobban csináljuk. Tehát minden évben próbálunk jobban és jobban odafigyelni arra, amit szervezünk, hiszen ugye ez szentgyörgynapok már pedig minden áprilisban vannak. Talán költői kérdés, de én azért bízom benne, hogy a kérdésem válaszra talál. Elérte a rendezvény azt a célját, amit annak idején kitűztek maguk elé? Hogyan látjuk a rendezvényt ma? Én a magam részéről azt mondom, hogy ez is olyan, mint egy buli, hogyha én jól akarom érezni magam, akkor jól fogom és jól tudom érezni magam, mert hogy a lehetőség megvan. Tehát én nagyon várom valóban a közösségeket, hogy eljöjjenek, megmozduljanak és érezzék jól magukat. Tehát egy olyan környezetet biztosítunk számukra, ami 1945-ig a halandó ember számára zárt volt. Tehát amikor én 1998-ban Iszkaszentgyörgyre kerültem, a Gyula bácsi mondta nekem, aki 70 év körül volt, hogy amikor gyerekkorában fölállt a szénás szekér tetejére és belesett a kertbe, és akkor esetleg valamit látott, az milyen fantasztikus élmény volt számukra. Tehát ez egy olyan hermetikusan elzárt világ volt. Mi most megnyitjuk a kastélyt magát is, hiszen a kiállítások bent vannak a kastélyba, és ugyebár nem tudjuk, hogy 10 év múlva ennek a kastélynak ki lesz a gazdája, ki lesz a tulajdonosa, vagy egyáltalán az önkormányzat milyen helyzetben lesz, hogy meg tudja ezt szervezni a kastélyban vagy sem, hiszen most is a magyar állam, mint tulajdonos, hozzájárulását adja ahhoz, hogy mi ezen a helyszínen megrendezhessük. Amikor elmegyünk egy külföldi helyszínre, és be akarunk lépni a kastélyban mondjuk, hogy megtekintsük, bizony nagyon súlyos összegeket fizetünk mi azért. Most mi ezt ingyen kínáljuk, ingyen lehetőségként be lehet menni a kastélyba, körül lehet nézni, kiállításokat meg lehet tekinteni. Nagyon sokan tudnak sétálni a parkba és a francia kertbe. Ezek mind olyan lehetőségek, amelyek adott esetben Csehországban jártunk, és akkor a parkért is fizetnünk kellett. Akkor volt egy 5 termes látogatás, azért is külön fizetni kellett, ha 9 termeset kértünk, azért is. Tehát pedig ingyen tárul itt most mi ingyen adjuk a lehetőséget, hiszen mindösszesen 5 teremben lehet ott majd körülnézni, hiszen a párna kiállítás, a rádió kiállítás, a tudománytörténeti kiállítás, ezek 5 teremben vannak
kiállítva. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy érdemes élni a lehetőséggel, a mi részünkről mi mindent elkövetünk, hogy jól érezzék magukat, és hát hajrá! Hát igen, reméljük, hogy akkor minél többen ellátogatnak és élnek ezekkel a lehetőségekkel, hiszen valóban tényleg színes repertoár kínál a tárul az érdeklődők elé. Polgármester úrnak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Önök pedig tartsanak velünk, ne menjenek sehová, ne kapcsoljanak sehová, tartsanak velünk továbbra, és én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!